Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek a 100 nap kreativitás kihívás következő részét, ami szám szerint a 9. És az volt a feladat, hogy egy könyvtárat építsek. Na most arra a döntésre jutottam, hogy a University-vel jött Brightchesterben lévő Laurel Library, azt hiszem ez a neve, ez az eredeti neve, és azt hiszem a nevét meghagytam. Nem vagyok benne biztos, mert már nagyon régóta építettem, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, de úgy döntöttem, hogy ezt a könyvtárat fogom átépíteni, illetve egy teljesen új könyvtárat építettem a helyére, de szerettem volna meghagyni ezeket a... tudjátok, ilyen university, tehát az egyetemi kiegészítővel jött stílust és nem tudom, padlókat és bútorokat meghagyni, tehát szerettem volna, hogyha beleillik a városba, na, ezt próbálom kinyögni. Úgyhogy igen, arra gondoltam, hogy most ebben a videóban nem hiszem, hogy túl sokat fogok beszélni erről a könyvtárról, mert szerintem eléggé egyértelmű, hogy mit csinálok, és miért csinálom. Az a lényeg, hogy van benne egyébként egy csomó iroda, illetve van benne nagyon sok könyves polc nyilván, és hely, ahol lehet tanulni, meg lehet írni a házit, és egyéb dolgok, vannak fotelek, vannak fürdőszobák, úgyhogy minden megvan szerintem, ami kell egy könyvtárhoz, hogy működjön. Van a mikrofonomon egy hajszál, bocsi. Szóval arra gondoltam, hogy ahelyett, hogy a könyvtárról, illetve magáról az épületről beszélek ebben a részben, könyvekről fogok beszélni. Azokról a könyvekről, amiket én nagyon szeretek, és hogy hogyan kezdtem el olvasni. Oké. Nem tudom, hogy ezt valaha is meséltem-e nektek, de nekem nagyon nagy szenvedélyem az olvasás. Én imádok olvasni. És egyébként eléggé aktuális most, jelen pillanatban így az olvasás, mert megint rákaptam, de kezdjük az elején. Tehát én azt hiszem 12... 11, valahogy így, mondjuk azt, hogy 10 és 14 éves korom között olvastam el a legelső könyvemet, de lehet, hogy még azelőtt, lehet, hogy 10 és 12 éves korom között valahogy, még hát nem emlékszem már pontosan. Mindegy, azt tudom, hogy a legelső könyvem, szerintem sokan ismerhetitek ezt a könyvet, mert az írónő egyébként nagyon híres Magyarországon, ez egy magyar írónő, Leiner Laura. Azt hiszem, hogy ő talán a Remek című, nem a Remek, a Remek című könyvet olvastam el, de volt valami másik fajta sorozata, amivel ő híres lett, de mondjuk én azt nem olvastam, mert nem érdekelt annyira. Viszont, a Szent Johanna Gimi, az a sorozat, azt hiszem az egy 8 részes sorozat, hú, de jó, hogy tudok beszélni, és azzal lett nagyon-nagyon híres szerintem Magyarországon, de én a legelső a legelső könyve az valami vikomtos volt, azt nem olvastam, és a második könyve volt a Remek. Az volt a címe, hogy Remek. És egyébként évekkel később jöttem rá, hogy annak van egy második része, és azt is elolvastam, úgyhogy én imádom azt a könyvet, az a kedvenc könyvem, komolyan mondom. Emlékszem, hogy leültem, és egy délután alatt kiolvastam az egészet. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Mai napig egyébként újraolvasom. Szegényen már nagyon rossz állapotban van, mert mindenféle matricát ragaszgattam rá, meg nem tudom, ugye nagyon sokszor elolvastam, úgyhogy már a lapok is így szinte hullanak. De nagyon-nagyon szeretem. Egyébként azt hiszem, az Lindáról szól, egy lányról, aki imádja a filmeket, és egy videótékában kezd el dolgozni, és akkor ott ismerkedik meg különböző emberekkel, azt hiszem a bátyját ugye Mike-nak hívják, akkor a Mike barátnője Jenny, és hogy hívják a... Jason-nek hívják a srácot, akibe beleszeret, meg van a főnöke, meg a főnökének a nője, a főnökét Tomnak hívják, és emlékszem, hogy a főnöke nőjének nem is tudja a nevét, hanem úgy hívják az egész könyvön keresztül, egyébként mindkét részen keresztül, hogy Tom nője.
Na mindegy, nagyon jó könyv, nagyon ajánlom mindenkinek, úgyhogy olvassátok el. A második részt is, meg az első részt is ajánlom nagyon. És akkor van még egy kedvenc könyvem, az pedig a Mindörökké, de fogalmam sincs, hogy ki a szerzője. Egyébként van még három kedvenc könyvem, de azt is mindjárt majd mondom. Fogalmam sincs, ki a szerzője, de Adam Montgomeryről szól, és egy Darcy nevű lányról, azt hiszem Darcy, de nem vagyok benne biztos. Valami D betűs neve van. És az pedig egy ilyen, inkább ilyen, hát, boszorkányokról szól talán. Az ilyen fantasy inkább, de az is nagyon-nagyon jó könyv, nyilván romantikus. Ugye én nagyon-nagyon szerettem kisebb koromban a romantikus könyveket. Nagyon oda voltam értük. És azt is nagyon-nagyon nagy szívvel ajánlom nektek, mert az is egy nagyon-nagyon jó könyv. És akkor most eljutottunk a legnagyobb kedvencemig talán, aminek mindig elfelejtem a nevét, a magát a sorozatnak, de a... mindegy, előre kezdem. Nora Roberts, én imádom a Nora Roberts könyveket. Imádom őket. Nagyon sokat elolvastam. Anyukám is nagyon szereti őket, és emiatt nyilván nagyon-nagyon sok Nora Roberts könyvünk van otthon, mert anyukám is nagyon-nagyon szeret olvasni egyébként. Mint ahogy egyébként a nagynéném is, meg a mamám is, tehát itt mi mindannyian ilyen nagyon nagy olvasósak vagyunk. Az unokatestvérem is, az idősebbik is nagyon-nagyon sokat olvas, tehát tényleg mi nagyon szeretünk olvasni, így családilag. És Nora Robertsnek van ez a sorozata, aminek a harmadik részének a címe a Némaság völgye. És mindig elfelejtem az első kettő résznek a címét. Ja igen, Morrigan keresztje, az az első rész címe. A második rész az a legkevésbé kedvencem a három közül, ezért nem fogom tudni a címét sajnos. Jobban felkészülhettem volna, bocsi, mindegy. Tehát az én kedvenc részem abból a sorozatból, az utolsó, de nagyon szeretem egyébként a másik kettőt is. Kedvenc szereplőim ez Mara és Kejen. És ez is egy fantasy egyébként, egy fantasy és romantikus regény, ami igazából vámpírok, boszorkányok, hercegnők, tehát azt hiszem Larkin és Mara, ők ketten királyi családból származnak, és ott van még Kejen, meg a testvére, ikertestvére Hoyt. Kejen, ő vámpír, és Hoyt pedig varázsló, és akkor ott van még egy nő, akinek esküszöm, hogyha megöltök, sem jut eszembe a neve, Hoytnak a kedvese, ő pedig boszorkány. De egyébként ő egy ember, normális ember, és igazából annyi a lényeg, hogy Hoyt a múltból jön vissza a jelenbe, azt hiszem. Vagy lehet, hogy Kejent hozzák vissza a jelenből. Nem tudom, valami ilyesmi időutazás is van benne. Tényleg fogalmam sincs. De azt tudom, hogy a vámpír királynővel harcolnak, Lilith-tel. Nagyon jó név egy vámpír királynőnek egyébként. Csak úgy mondom. Aki egyébként... Kejent is átváltoztatta, és nagy ideig szeretők is voltak, nem tudom, nagyon-nagyon jó. És akkor Kejen és Mara ugye megismerkedik, és Mara teljesen belészeret. Ugye Mara ő nagyon fiatal, és tapasztalatlan, és nyilván királyi család tagja, tehát nagyon, nagyon tapasztalatlan, maradjunk ennyiben. És akkor erről szól az egész, hogy Kejen... meg mennyire szeretne vele lenni, meg... Na mindegy, nagyon jó könyv, olvassátok el! Mondom, az első rész Morrigan keresztje, az utolsó a Némaság völgye, és fogalmam sincs, hogy mi a második résznek a címe, de azt tudom, hogy piros kötetes, tehát piros a borítója. Nagyon, nagyon szeretem, és újra szeretném őket olvasni nagyon. Úgyhogy hát majd lehet, hogy... valahogy megpróbálom őket kihozni ide Angliába, és újra elolvasom őket, mert nagyon-nagyon szeretem.
Ah, igen, és akkor egy ideig volt, tehát kihagytam egy pár évet, így az olvasásra semmit nem olvastam. Mikor is? Amikor ilyen 20 éves voltam, 20, nem is tudom, talán 19, 18-tól egészen egyébként csak egy pár héttel ezelőttig nem olvastam semmit. Főleg azért, mert kiköltöztem ugye Angliába, és itt ugye angol könyvek, nem tudom, én mindig ilyen nagyon úgy voltam vele, hogy nem fogok tudni angol könyvet elolvasni, mert nem olyan jó az angolom. És de tudok, Lotti Mogácstól a Kiss Me First volt az első angol könyvem, amit kiolvastam teljes mértékben, elejétől a végéig. És imádtam. Nagyon jó könyv. Fogalmam sincs, hogy van-e magyarul, és hogyha van, akkor mi a magyar címe sajnos, de mindenkinek nagyon-nagyon tudom ajánlani. Nagyon-nagyon jó könyv. Az már inkább ilyen modern, tehát egy ilyen internetes... Nagyon érdekes egyébként, mert annyi a lényeg, hogy van ez a lány, akit Leilának hívnak, és felregisztrál egy oldalra, ahol, hát egy ilyen fórumra, ahol ilyen beszélgetéseket lehet kezdeményezni. És ennek a fórumnak a vezetője, Adrian, aki egy nap megkeresi őt, hogy találkozzanak személyesen, és megkéri, hogy, tehát felajánl neki egy munkát, hogy átveheti valakinek a személyiségét, mert az a valaki, azt szeretné magát megölni. És akkor erről szól, hogy van-e jogunk a saját életünk felett uralkodni. Tehát, hogy van-e jogunk magunkat megölni, hogyha nem szeretnénk élni. Tehát nagyon-nagyon érdekes. És ez a lány, ez hit benne, hogy azt csinálsz a testeddel, amit akarsz. És azt csinálsz az életeddel, amit akarsz. Hogyha úgy döntesz, hogy te nem akarsz élni, akkor ne élj. És akkor végül is ezek a dolgok, hogy tehát azért kereste föl Tess egyébként ez a nevel lánynak, aki meg szeretné magát ölni, hogy annyi volt a lényege, hogy el kéne játszania azt a Leilának, hogy ő Tess, mert meg akarta kímélni a családját attól, hogy szomorúak legyenek, mert ő elment, ugye, hogy végzett magával, és hónapokig tanulmányozza Leila Tess-t, hogy hogyan beszél, hogyan ír, és akkor így interneten tudja majd tartani a kapcsolatot a családjával, ki kellett találni egy hazugságot, hogy Tess miért nem tud találkozni a családjával és a barátaival, és végül is azt találták ki, hogy legyen az, hogy elköltözik egy másik városba, ugye Angliába játszódik egyébként a történet, Londonba, és hogy Tess elköltözik Amerikába, valahova, talán Kanadába. De lehet, hogy Amerikába. Nem tudom, hogy Amerikába vagy Kanadába, de valahova így. Valahogy így. És nyilvánvalóan aztán ez kiderül, és akkor rendőrség, meg lesznek ott bonyodalmak, de végül is nem akarom elmondani a végét, de annyira el szeretném mondani, mert annyira idegesítenek ezek a könyvek, amik... Tehát az a lényeg, hogy a könyvnek a vége olyan befejezetlennek tűnik, mert nem kapunk mindenre választ. Ennyi. Ezeket a könyveket én annyira nem szeretem, mert annyira néha idegesítenek, de komolyan mondom. Szóval én szeretném tudni, hogy egy történet hogyan végződik, hogy ne kelljen nekem azon gondolkodnom, meg nem akarom, hogy saját magam... Na mindegy. Mindegy. Na mindegy, és akkor ezen felbúzdulva rendeltem magamnak egy csomó könyvet, magyar könyveket a londoni könyvcentrumból, és azok is már megjöttek, és vettem pár angol könyvet is egyébként, nagyon olcsón. Mindegy, és elkezdtem olvasni egy magyar könyvet, ami nagyon érdekes, testvérszerelemről szól, tehát két testvér, vértestvér egymásba szeret, és annyira izgalmas volt, és érdekes, hogy a felénél beleolvastam a végébe. És elcsesztem. Elcsesztem az egész könyvélményt saját magamnak, mert most már tudom, hogy mi a vége, és ilyet ne csináljatok, soha ne csináljatok, mert nagyon-nagyon rossz.
hú, és várom már, hogy újra elfelejtsem, meg minden most félre raktam, úgyhogy majd újra elkezdem olvasni, de van még könyv, amit tudok olvasni. Közben a videó végéhez is értünk egyébként, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, bocsi, hogy nem meséltem túl sok mindent az épületről, de nyilván a galériában megtaláljátok, és köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hamarosan jövök a következő videóval. Legyen szép napotok, sziasztok!